Sziasztok! Kijöttem ma este, egy hűvös nyári este van, kijöttem körbenézegetni a lovakat, és találtam nektek egy nagyon-nagyon jó témát, amiről kevesen szoktak beszélni, de valós és jelen van minden lovardában. A szeparációs szorongásról szeretnék nektek beszélni. Szelíd, aki mögöttem van, egy 5 éves kanca, ő eddig a csipkével és a csillaggal lakott egy karámban. Hárman voltak egy területen, és mivel ma a frissen épített istállunknak a bal oldala is készen lett, ezért hátra költöztettem, hogy a frissen idehozott kis kanca ne legyen egyedül, aki már az új boxba érkezett hozzánk vértartónak, és Szelíd csipke ménesébe tartozott, ott csipke volt a domináns vezető. Most ahogy ide hátra hoztam, hirtelen domináns vezető hián elkezdett pánikolni, ugye azt tudjuk, hogy minden lónak szüksége van egy vezetőre. Jó esetben mi vagyunk az ő vezetői, egyébként meg amikor nem velünk vannak és csoportosan vannak tartva, akkor kialakul köztük a hierarchikus rangsor. Nézzétek meg Szelidet, fel alá mászkál, szorong, fel van emelve a nyaka, függőlegestől feljebb, folyamatosan abba az irányba figyel, ahol a többiek voltak, és ahol ő lakott eddig, és látszik rajta, hogy pihenni egyáltalán nem tud. Most be fogok hozzá menni, ő egy olyan csikó, aki 5 éves, decemberben kezdtem el a közös munkát vele, az első hónapban csak talajról dolgoztunk, tehát kialakítottam nála a vezetést, már a talajmunkával, tehát én a vezetője vagyok. Most be fogok hozzá menni, és nézzétek meg, hogy milyen változás lesz az ő viselkedésében, hogyha egy vezetőt kap. Szóval egyből ide jön, itt marad velem, nem nyugszik, már nem szorong és nem siet, nem keresi a helyét, hanem egész egyszerűen ide kapcsolódik hozzám. És folyamatosan Misi és közém akar állni, mert én vagyok az ő domináns vezetője, akit neki védenie kell. És ameddig itt állok, addig ő itt van velem nyugalomban, persze jobbra-balra nézeget, de már nem mozdul el. Úgyhogy ilyen az, amikor a lovat vezetés alatt van. Ez egy olyan helyzet, amit érdemes tesztelned, hogyha esetleg kiviszed a lovadat karámba, és nyerít a boxtársai után, vagy esetleg látod, hogy szorong. Bemész hozzá, és egy jó visszajelzést kapsz a kapcsolatodról. Ezért jó a kapcsolat alapuló hozzáállás, mert a lovad megnyugszik a jelenlétedben.